a magyar kormánytól, szóval gépeket, traktort, rotációs kappaját, szóval ilyen gépezeteket pályáztunk meg a magyar kormánnyal, és utána az Egenaden is pályázatot nyertünk Eper Palánt telepítésre, ott majdnem 4 hektárig, és itt az eredménye. Azért a gépeket nem hoztunk semmit, hanem csak a címkét és az eredményt. Úgy van, hogy ez már szülőrű gyerekre adódik át. Édesapám is ezzel foglalkozott, főleg a kolhozvilágban itt az Akli egyen az emberektől felvásárolták és átdolgozták. Csak ez már most kiesett, mindenki elment külföldre, és szóval most próbáljuk ezt mindent visszaállítani, hogy az emberek maradnának itt, hol hát, hogyha sikerül. Az idejév is veszteséges az eper termesztésben, az időjárásra, nem tudunk semmit ellene tenni, de nem hagyjuk abba. Ezért jók ezek a pályázatok, ezek a magyarországi támogatások.